a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósulhatott meg a közelmúltban, az eredetileg több mint egy évszázada megjelent Karacs Ferenc térképmetsző élete és művei 1770-től 1838-ig című könyv reprint kiadása. A dr. Ecsedi István etnográfus által írt mű a Karacs Ferenc Múzeum jóvoltából új borítót és előszót is kapott, a kiadvány ünnepélyes átadójára április 25-én került sor. A könyvünknek a címe dr. Ecsedi István Karacs Ferenc térképmetsző élete és művei című könyve. 1912-ben jelent meg a könyv, és mi most a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával az idei évben 2019-ben megjelentettük reprint, az eredetivel megegyező reprint formájában. Nyilván külalakban egy kicsit eltért, tehát György Félő Szobrászművész grafikáját helyeztük el a borítóra, illetve kapott egy általam írt előszót. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, dr. Ecsedi István, Karacs Ferenc térképmetsző élete és művei című 1912-ben megjelent könyvének reprint kiadásának könyvbemutatóján, melyet névadónk Karacs Ferenc születésének 181. évfordulója alkalmából ismét a nagy közönség elé tárunk. Györfi Lajos elmondta, az eredeti könyv feldolgozását, újragépelését a múzeum munkatársai végezték. Mivel a könyv eredeti példányát a múzeum gyűjteménye őrzi, feldolgozást a kollégáinkkal együtt végeztük, én magam voltam a szerkesztője, tehát itt egy újra gépelésről, egy új szerkesztésről volt szó. Ügyelni kellett arra, amilyen régies írásmódban íródott, tehát különösen figyelnünk kellett ezekre az írásmódokra, hogy ebben sem térjünk el az eredeti példánytól. Az eseményen Püspökladányváros önkormányzatának képviseletében Kis Zsigmond alpolgármester mondott köszöntő beszédet, melyben Karacs Ferenc munkásságát méltatta. Ladányi volt példás hazafi, mestere művésze munkájának. Sorsában a titok, kövessétek és lesz jövője a népnek, hazának. G. Nagy Ilián versét idézve köszöntöm a kedves megjelenteket Püspökladányi Város Önkormányzatának nevében. Karacs Ferenc, püspökladányi születésű, részmetsző, térképkészítő mester, a reformkori Magyarország nagy formátumú mestere volt. A munkássága során számtalan művészi kidolgozású részkarcot alkotott. Egyike volt azoknak, akik a térképet német és latin helyett magyar nyelven kezdte el készíteni, így rendkívül fontos munkát végzett a korszakban. A polgármester úr köszöntője után Györfi Lajos tagintézmény vezető előadását hallgathatta meg a közönség. Karacs Ferenc térképkészítő, részmetsző, mester, püspöklány talán leghíresebb születte, és az ő munkássága hozzájárult nagymértékben ahhoz, hogy püspöklány vagy szülővárosunk is felkerülhessen Európa vagy a világ atlaszára. A múzeum gyűjteményében őrzöld már alpolgármester úr is említette a könyvet, a kiadványt, és úgy gondoltuk, hogy a 180. évforduló kapcsán pályázunk a könyv reprint kiadására, és a 181. évforduló és a közelgő 250. születésének közelgő 250. évfordulója alkalmából pedig ezt meg is valósítottuk. Ecsedi István munkája egyébként egyedülálló, mai ismereteinknek is teljes mértékben eleget tevő alkotás, különösen nagy szellemi értéket képvisel, mindemellett pedig hiánypótló is, mert ismereteim szerint Karacs Ferenc ilyen átfogó könyvformájában megjelenő monográfia nem készült mind a mai napig, és talán amiért számunkra különösen értékes, hogy már csak néhány darab van belőle, tehát közkönyvtárakban már nem is érhető el, inkább múzeumokban, múzeumi gyűjteményekben található meg, illetve aki szerencsés, akkor talán esetleg antikváriumban egy eredeti példány hozzá tud jutni. Ki is volt a könyvnek a szerzője, dr. Ecsedi István, ő etnográfus volt, a Déri Múzeum első igazgatója, Debrecenben született, is végezte tanulmányait, majd Budapesten doktorált, később pedig történelem és földrajz tanárként dolgozott először Szegeden, de hazahúzta a szíve és Debrecenben tanított. 1929-től volt a Déri Múzeum, megalakuló Déri Múzeumnak az első igazgatója, ezt megelőzően pedig a Debreceni Egyetem szintén abban az időszakban alakult, egy Debreceni Egyetemnek volt a magán tanára, tehát az ő tanulmányai elsősorban Tiszántúl, főképpen a hajdúsággal és Debrecen népi kultúrájával foglalkoznak.
a legnagyobb újítása, számos újdonság mellett az volt, hogy 1934-ben létrehozták az ország első pusztai múzeumát a Hortobágyon, többek között ez is az ő nevéhez fűződik, illetve az, hogy végre az etnográfiában, a néprajzban reális képet tudtak mutatni az ő segítségével magáról a Hortobágyról. Börcsök Attila grafikus művész Karacs Ferenc munkásságához kapcsolódóan a rézmetszésről tartott előadást a könyvbemutatót követően. Történet pedig egészen a 15. században nyúlik vissza, mégpedig ötvös műhelyekben. Európában két nagyobb központja alakul ki ebben az időben majd a ményomtatásnak. Az egyik Olaszországban, Firenzében indul majd egy Tommaso Finiguera nevezetű ötvös művésznek a műhelyéből. Ő már készíteni fog mélynyomású eljárással metszett lapokat, de még azért nem rézmetszeteket. Ez a Niello technika, ez ugye egy ötvös eljárás, amikor is egy különböző dísztárgyakra készített lemezlapokba díszítményeket véstek bele, és ezekbe egy több fémből ötvözés során kialakított anyagot porrá törtek, majd brókszal elkeverve, ezt a mélyített vésetekbe beleszórták, majd ezt hevítve beleégették, és akkor ez egy sötétebb tónussal kirajzolt ezeket a szép vonalakat. Na most a Niello technikánál, mielőtt a niellozást megcsinálták volna, a vonalakat ellenőrizték, hogy tényleg szépen van-e metszve, szép szabályos vonalszélen rendelkeznek-e, tehát ez egy ilyen minőség ellenőrzés volt. Amikor is festéket kentek a metszett vonalba, és erről papírra lényegében akkor levonatot készítve mélynyomtatású grafikai lapokat hoztak létre. Most egy kicsit Itáliából át szeretném vezetni mindannyiójukat német területre, német királyság területére, ahol pedig talán a legkorábbi ilyen mélynyomású részbe készített metszetekkel találkozhatunk. Hát itt azért nem az a helyzet, mint az itáliai reneszánszban, ahol már ugye alkotó egyéniségek, művész egyéniségek vannak, és nevesítve is ezek az alkotók. Itt az 1400-as évek második negyedében kezdenek el, valószínűleg szintén ötvös műhelyekben, és szintén a niellózásból kiindulva ilyen metszeteket készíteni. Ezen a területen jó darabig, 1446 lesz majd az első datált rézmetszet, monogrammistákról beszélhetünk, kezdőbetűs mesterekről beszélhetünk, vagy az alapján elnevezett mesterekről, amilyen témákat feldolgoztak, és hát mivel az első ilyen alkotások játékkártyák formájában jelentek meg, az első német területen megjelenő rézmetszőt játékkártyák mesterének szoktuk nevezni. Ezek is egy még fejletlen, kiforrásra váró technikai képet mutatnak. Kevés a tónusérték, inkább körvonalas metszetekkel foglalkoznak. Az eseményen készült felvételeinket a közeljövőben vágatlanul is megtekinthetik Kommentár nélkül című rovatunkban.